Üdvözlünk mindenkit, ez itt az AdventureGames.hu két szerkesztőjének, Tristannak és Norbinak a legújabb podcastje, illetve egy kicsit formabontással egyfajta videókesznek is felfogható, aki a videós részét nézi ennek a felvételnek. Üdvözöllek, Tris, hogy itt vagy körünkben. Szia Norbi, Mikulásnak vagy öltözve? Nem. Mikulásnak te? Az most nincs rajtam, most a Mikulás sapka. Volt egyszer, emlékszel, egy videókesztünk. Igen. Amikor... Azok kérdezte. Igen. Nem, azt most kihagyjuk, és szimplán a lényegre koncentrálunk. A mai témáink a Psychonauts 2. Ugye erről említettem még az Adventure Games Hun Facebook oldalunkon, hogy valószínűleg csinálunk bele egy podcastet, mert ez a téma érdemes rá. Illetve a PlayStation Experience-el is foglalkozunk. Akkor most egy spin-off podcast, nem? Mert csak ketten vagyunk. Igen, lényegében igen, mert Róli, illetve Sky nem értek rá sajnos a mai napon, úgyhogy velünk kell beérnetek. Mindig csak a család élet, hát. Igen. Mi pedig szépen bebújtunk egy sziklafalba egy mikrofonnal, és csak azért is... Igen, csak azért is felhesszük ezt. No, Psychonauts 2. Volt első része? Volt, és a folytatásra kigondolta volna, hogy összekalapoznak egy kis pénzt. Te gondoltad volna? Én azt hittem, hogy Nocs kifizeti nekik. Mi a pár éve volt ez a twitteres bejegyzés, amit nem tudom ismersz-e. Igen. Ugye a Minecraft atya nagyon szereti a Psychonautsot, és közölte, hogy ő kifizeti az egészet, csak csinálják már meg. Aztán ez egy elhalt a francba. És most van a közösségi kalapozás, de van benne egy... nem ismertetett adakozó is. Tehát tippelnék, hogy az ő az. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy szinte biztosra vehetjük szerintem, igen. Hogy ő az. De van egy ilyen szép rajz, hogy hogy áll össze a játéknak a büdzséje, és akkor azt hiszem, hogy 30% a adakozás, 30% az ő pénzük, 30% a gyűjtés. Igen, tehát jelzik még 10. Igen, szépen el van osztva egyébként az, hogy hogy fog összeállni majd ez a lóvé. Ugye ez a 3,3 milliós cél, az lényegében csak az egyik fele, tehát az a közösségi kalapozás fele a játéknak, ugyanis összesen olyan 10 és 13,5 millió közötti összegre van szüksége az, hogy... És ebből látszik, hogy például egy Shenmue 3-nál mennyire gagyin kevés az a 6 millió dollár, ami összejött. Igen. Tehát az 10-szer nagyobb játék, de Psychonauts. Igen. Ehhez meg kell. Első részről egy kicsit mesélj már, mert nekem ez a játék is kimaradt. Bánom, de én nem játszottam vele. Én azon gondolkodtam, hogy miért szerettem az első részt, és állítom azért, mert ő egy LucasArts játéknak készült valószínűleg. Uh-huh. 2000 környékén, csak ugyebár akkor feloszlott a LucasArts-nak az akkori nagy csapatja, mert Ron Gilbert-től kezdve mindenki, létrejött a Telltale, létrejött a Double Fine, és valószínűleg ez a rész elkezdte ott csinálni már LucasArts-nál a játékot, és itt meg folytatták, mert annyira ottani művész emberek, például a zenész, aki a Sam Elmex-nek a zenéjét csinálta, a Full Throttle-nek a zenéjét írta, tehát ilyen teljesen belső sokaszatos emberek, grafikusok szintén, a DOS-nak a grafikusa rajzolta a Psychonautsot nagy részt, szinkrohangok is, sokaszatosok, a író is, aki egyébként csak a Portál 1-2-t írta, tehát az is profi, meg ügyes. Teljesen olyan volt, mint egy LucasArts-os játék lett volna, hogy LucasArts csinált volna még kalandjátékokat, csak modernizálni kellett, mert platformjáték lett belőle, nem point and click. Igen, ez ugye a 2000-es évekről beszélünk, tehát ott azért ez a 3D forradalom elég szépen beütött, és kénytelenek voltak ők is alkalmazkodni. Főleg a PlayStation 2 sikere miatt aztán több média platformjáték volt, Ratchet & Clank és többi barátai. Igen. De... nagyon nagy volt a kaland ellen benne. Tehát amellett, hogy ugrabugráltál, meg üldözte az ellenfeleket, sokat kellett beszélgetni, és rohacsokat kellett gondolkodni. Uh-huh. Olyan logikai feladányok vannak benne, hogy mai napig felreállsz, hogyha megpróbálod megcsinálni, mert már rég elfelejtett, hogyan kell. Nehéz. Tehát, és jó is. Plusz, ami zseniálisban, az a design. Amit egy Tim Burton film lenne. Uh-huh. Tehát maga a sztori az, hogy belemész különféle embereknek az elméjébe, és mindegyik így adódó pálya teljesen más, hogy épül föl, teljesen más a dizájnja, teljesen más a játékmenet. Tehát van, ahol simán lövöldözöl, van, ahol egy halként húzol a tengerben, és félnek tőled a többi halak, van, ahol ilyen Godzilla-szerű lény van, és egy város rombolsz. Van, ahol a teljes ember nagyon fél az FBI-tól, és akkor ilyen hidegháborús kém
pálya, de az nagyon zseniális, az a Milkman pálya, az a legjobb az egészben. Van, ahol Napóleon háborúzik, és épp abban kigyógyítani a háborúzási mániájából. Tehát én pszichiáter vagyok, hogy bemegy az emberek agyába, és megpróbálja őrültségükből kigyújtani őket. Aha. Tehát így zseniális az egész, ahogy van felépítve. Igen. És ugye ennek a folytatására kalapozzák most össze a lóvét. Valószínűleg össze fog jönni rá, egyébként. Össze fog, tehát nem kell mindennek két nap alatt összejönni, mint a Shenmue 3-nak. Igen, igen. Viszont ugye elég sok a visszajelzés, az olyan, amiben azért eléggé sokan kételkedésüket fejezik ki abban, hogy 2018-ra ebből a játékból lehet-e bármi is a Broken Age után. A bejelentéskor én magam is trollkodtam, nem tudom nem most, de akkor így beírtam, hogy Tim Schafer mostani munkáját ismerve a játék kb. 5 év múlva jelenik meg, epizódikus lesz és a régi engine-t használja. Már egyébként gonoszkodás volt, mert Ari 4-et fog használni. Igen. Megírenne is részt az bármi lehet, tehát 17-től 2030-ig bármi. Bármi igen. Kellett képzelni. Illetve a régi csapat. Tehát igen. A régi csapatot összeszedték rá lényegében mindenki, aki benne volt az eredeti részben. Az egy darab pozitívum, hogy tényleg. Tehát a régi grafikusok, régi pályaszerkesztők, a régi író, akit a Valve-től el kellett kérni, mert mit tudom, hogy a Portal 3-on dolgozott. Vagy írta a Half-Life 3-at, tudod. Igen. De ez nagyon zseniális rész a bemutató videónak, amikor ott áll a üreg egy üreg azok a emberem mellett, valami vezér előtt, és akkor elengedhet, és így néz mortosan. Igen, az nagyon jó volt. Tehát ez a videó egyébként elejétől végéig megint csak nagyon ötletesre sikerült. Ugye a Broken Age-ben is pontosan azért tudták meghűíteni az embereket, mert egyszerűen fantasztikusan jó pitch videót csináltak, és az itt sincs másként szerintem. Csak aztán ott meg a fejlesztés közben valamire elaposodott az egész nap. Broken Sword jó játék, de nem fogunk 20 év múlva klasszikusként emlékezni. Broken Age, azt akartam mondani. Nem. Broken Sword is olyan. Hát a Broken Age nem lesz klasszikus 20 év múlva szerintem. Igen, nem valószínű. Nem fogunk emlékezni, nem a doktora, meg a szemlékezni. Viszont miután tanultak már ugye a saját hibáikból, már pedig szerintem a Double Fine az a készítő, aki mindenképpen ugyanis ők vállalták be úgymond szerintem ezt a közösségi finanszírozást videójáték készítő csapatként szerintem ekkora mértékben meg mennyiségben először, és most, hogy már egy csomó tapasztalatot szereztek, lehet, hogy most már jobban előre tudnak tekinteni, és lehet, hogy pontosan ezeket a tapasztalatokat felhasználva tudnak egy baromi jó játékot csinálni, és lehet, hogy pont a közösségi finanszírozásnak egy újabb pozitív példája lehet mondjuk a Psychonauts 2. Én ezt is kérdezem. Bízok benne. Én attól félek, hogy epizódikus lesz egyébként, tehát maga a játék felépítés is annyira adja, aha, hogy epizódokra bontsák a különféle világok miatt, és kinézném belőlük, hogy 5 évenként megjelenik egy epizód. Tehát akkor nem egy nagy játék lesz belőle, hanem mondjuk 18-ra elkészülnek egy masszívabb, de egy mondjuk egy 5 órás résszel mondjuk. Aha, aha. De egyébként az első rész túl nagy játék is szerintem. Ma már nem biztos, hogy kibírnád játszani, mert simán 15-20 órát be lehet ölni, úgyhogy csak a fő dolgokat csinálnak. Aha. És nagyon meglepően is hosszú. Tehát amikor már a 20. pályán vagy, mert agyban vagy, aminél órákat töltesz, akkor meglepődsz, hogy ez hogy fér benne, de jó kreatívak. Tehát ez tök jó az a része. Aha. És kérdés, hogy most mekkora nagy játékot akarnak csinálni. Hát igen. Shenmue 3-nál ugyanaz a probléma. Igen. Például, hogy az egy open world játékoknak az előszele volt az első két része, most meg lesz egy kicsi kis kalandjáték irába valami. Igen. Meg sem fogja közelíteni. Tehát abszolút pozitívan állunk azért összességében ez a kezdeményezésre. Meg én most egyébként elkezdtem hallgatni a OST-jét az első résznek, és most is lehet, hogy ez annyira lukazartos az egész. Ja. Tehát annyira hallatszik a zeneszerzőnek a múltja, hogy ez megdöbbentő. Tehát remélem most is ilyen lesz. Igen. És emellett egyébként a másik témánk az ugye a PlayStation Experience volt, illetve lesz majd most. És van. Igen, és van is. És azon belül nyilván elkalandozhatunk egyébként majd a témákban, de elsősorban
ugye minket a szintén a Double Fine bejelentései érdekelnek, és hát az egyik legnagyobb, amiről már így az oldalon is kérdezgettek minket, hogy foglalkozunk-e vele, az a Full Throttle-nek a remastered verziója, illetve a Day of the Tentacle remasterednek is kiadtak egy új videót. Ez lényegében az első in-game videó, amit láthatunk a játékból. Mik az első meglátásaid ezzel a dolgokat? Én nem merem fikázni, mert legyilkolnak minket az olvasók. Nem kell fikázni, próbáljunk meg kritikát alkotni valahogy. Múltkor Skyline, de ma nem legyilkoltuk egymást emiatt a podcastben. Hát azért annyira nem volt vétés. Igen, csak én ezt nem tartom minőségi munkának, hogy fognak egy programkódot, és azzal följövítják a grafikát, és nagyon minimálisan rajzolják csak át valódi munkával. Tehát ez tényleg valamit a fölskálázták volna a grafikát. Ahol nagyon nem volt részegazdag, a háttérot kicsit belerajzolgattak, és akkor csókolom. Ennyi. Egyébként pont a Full Throttle-ről láttam egy ilyen felskálázott grafikájú megoldást, és egyből az jutott eszembe, hogy na baszki, ezt fogja megcsinálni a Double Fine, és ha így adják ki, azt akkor... megnézed, azt valaki újra rajzolta. Tehát az egy rajongói rajzolt, és a túl lett rajzolva. Double Fine nem fog abba annyi munkorát tenni, ha bármit is újra. Ja nem, én nem arról beszélek, arról a gifről, amiről te beszél, az kurva jól néz ki, az nagyon igen. állat, amit a Berkes Tomi linkelt be nekünk. Igen. Na, én nem arról beszélek, én egy videóról beszélek, ami az eredeti játék, csak fel van skálázva, ugye a Scum BM-en belül a grafikája. Scum BM? Hát ott is úgy néz ki, mint a Scum BM filtereket tettél volna rá, túl zsúfolva kármi. Igen, és... hát nem tudom mit gondolok, mert ezt mondtam múltkor is, hogy ez egy kétélű fegyver, tehát örülnünk kell egyrésztről, hogy végre az új gépeken is el fog indulni, és mit tudom én, aki most 30-40-es korában van, és már van egy kisgyereke, egy 5-10 éves gyereke, és meg akarja mutatni, hogy ő mind nőtt fel, akkor most probléma nélkül ezt megteheti, és képvisel akkora értéket szerintem például a Day of the Tentacle, hogy érdemes legyen erre. Tehát ez a fele szerintem baromi jó. Szóval de a másik fele... a mai gyerekeket nem érdekli a grafika szerintem. Nem tehát, kell, hogy érdekelje őket. Ahogy mi voltunk gyerekek, mi is el voltunk a pixel grafikával, ugyanígy a főnököm 5 éves lánya Minecraftozik. Tehát ez nem zavar, hogy hatalmas pixeleket áll, mert nem tudja, hogy van ennél jobb. Oké, csak érted, hogyha... Tehát most tegyük fel, a család leül a nappaliban, most csak mondok egy ilyen elcsépelt példát, benyomják a PS4-et, és mit tudom én, játszanak valami játéka, akkor most már Dave the Tentacle is meg tudják ezt tenni. Tehát ez a hozama ennek az egésznek, hogy nem kell apunak ott ülni a számítógépnél és szarakodni a Scum BM-mel, és akkor úgy üdöltetni mondjuk a gyereket, hanem csak egyszerűen benyomják a konzolon a játékot, és akkor lehet nyomkodni. Aha. Tehát én erről beszélek, hogy ez a része szerintem abszolút pozitív, viszont van a másik része, hogy egyértelműen arra megy ki az egész játék, hogy minimális munkabefektetéssel, mert látjuk, hogy minimális. Igen, pénzt szednek ki az emberekből. De kell a pénz a Psevenaus 2-re, tehát bele kell tolniuk a saját 5 milliójukat a fejlesztésbe. Hát, igen. Aztán össze kell gányolni valahonnan. Igen, szóval, és főleg a Grim Fandango, ami szerintem egy bicska nyitogató. De tényleg, az egy bicska nyitogató port volt. Hát hogy néz ki az a játék, könyörgöm. Lófasz, nem dolgoztak vele, annyira ordít róla. Ott ebben látom, a kéreti belőször látta, és sokkor kapott tőle. Ő nem játszott a régivel, és próbált játszani az új kiadásra, és nem tetszett neki. Azt mondta, hogy a régi grafika hangulatosabb, hogy váltogatja. Egyébként igen. És még egyszer mondom, ez nem a játék értékét vonja le, ez a megoldás. A játék, az eredeti Grim Fandango, az úgy, ahogy van, zseniális. A Day of the Tentacle úgy, ahogy van, zseniális. Mi magával ezzel az attitűddel vitatkozunk, hogy ez így szemtelenség. Na. Ez így keresztbe hányja azt, amikor a LucasArts felújította a Monkey Island 1-2-t. Zseniális játékot csinált, egy zseniális felújítás. Igen. Ez lenne a minimum mérce, amit meg kéne ugrani. Szerintem, igen. hogy igen. új, a eredeti R-design alapján új grafikát rajzolni, szinkront fölvenni, ha nincs, vagy a meglévő szinkront modernizálni. És ha már itt tartunk a remastered meg remake játékoknál, ott volt ugye a Final Fantasy 7. Igen. Ami egyszerűen elképesztően néz ki. Ugye mi beszélgettünk felvétel előtt arról, hogy neked annyira nem jön be ez a stíl, meg kicsit elveszi a varágát. Én, mint régi rajongó, amin
valami nem tetszett rögtön. Tehát a Advent Children-nél 10 éve meg tudták oldani, hogy az összes 3D-s karakter úgy néz ki, mint az Altworkökön annó. Tehát el tudtad képzelni, hogy a sok kockafűjű emberke így néz ki rendesen. Igen. Ennél az új kiadásnál, mint az amerikanizálódott van az egész. Tehát a Barrettnek a fején egy napszemüveg, a fasz a néger csávó. Ja, igen. A Claude meg, mint a műanyag Barbie baba lenne. Olyan a megvilágítás. Ja, viszont marha jól meg vannak csinálva. És ja. Látszik rajta, hogy rengeteg a meló vele, még annak ellenére, hogy a videóban egyébként elég súlyos FPS dropok előfordulnak. Igen. Meg olyan néztem, hogy a harcrendszer a Crisis Core-ban látottnak, meg a eredetinek, ami fura keverékenes. Igen. De jutalkoznak, hogy most megkaptuk a csapkodást, vagy lesz-e körökre osztott parancskiradás. Igen. Ez még kérdéses. Ez engem is érdekelne. És úgy tűnt, hogy valahogy a kettőn a keveréke lesz. Aha, igen. Crisis-korban is ez volt jól megcsinálva. Egyébként a real time volt, de tudtál a menübe szötyölni, és akkor kiválasztottad a Phoenix Dump-t, és mit tudom én, használtad. Aha. És akkor igen. Igen, szóval, hogyha már remake-ekről, meg remastered-ről beszélünk, tehát hogyha nagyon újra akarják csinálni a dolgokat, akkor így is lehet. Meg ugyanígy említhetnénk a System Shock-ot is, ugye, ami szintén baromi jól néz ki. És tényleg az látszik ezeknél a fejlesztőknél, hogy ha elég elhivatottak és elég energiát hajlandók belerakni, akkor nagyon szép eredményeket ki lehet hozni belőle. De, hogy a témánál maradjunk, ez egyelőre a Double Fine újra kevert változatainál, ez nem nagyon látszik. Igen, tényleg olyan, mint a legkisebb energia befektetésre akarnának minél hamarabb kiadni valamit. Igen, és minél megérthető, mindenki lustan. Kapjanak belőle, igen. Egyelőre ez látszik, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire... A Square Enix meg kénytelen egy jó munkát csinálni, mert 10 éve csesztetik őket. Igen. Kármé. Pedig a Final Fantasy 13-ban a utolsó két rész nagyon nem volt szörnyű, mint az első. Aha. Ott már rájöttek, hogy baszki, valamit kellett csinálni, mert sőt bemennek, és normális játékot adtak ki kb. Csak akkor már divat volt csesztetni azt a részt kb. Illetve ugye jön a Psychonautsnak egy ilyen... szintén ilyen kis spin-offnak nevezhetjük a PlayStation VR-ra, ez a In the Rhombus of Ruin a című játéka. Túl sokat nem tudunk róla, csak annyit, hogy az első, illetve a második rész közötti összekötő kapocsként. És ilyen belső nézetes sétaszimulátor. Igen. Logikai feladványokkal. Igen, tehát hogy így és kell elképzelni. Nem a Rasputin lesz a főszereplő, aki rendes főszereplő, hanem a Lili nevű csaj. Ez kb. Ennyibe különbözik. Aha, azt nem tudtam. Mm. Ja, igen. Illetve meg ugye ez a DOT remake, ez jövő márciusban jön PS4-re. Úgyhogy, illetve PS Vita-ra. Mm-hmm. Úgyhogy addig mindenképp várnunk kell, hogy PC-re... Ez egy vitás játék. Igen, hogy mikor fog PC-re megjelenni, azt egyelőre nem tudjuk. Tehát arról hivatalos info nincs. Igen. És ha már itt tartunk így plusz témának, gyorsan fedolnám, is hozzá teltéles játékokhoz, amik mostanában jönnek, mint a Batman szimulátor meg ezek. Tényleg, igen, láttam azt a képet, amit felraktál, a Batman Will Remember This. Mi megölték a szüleit. Hát ez egyszerűen. Nagyon illet hozzá, igen. És azt nem tudom egyébként, az rendes in-game kép egyébként. Ez szerintem a Arkham City-ből van. Ja, aha, jó, nem vágom. Ez valamelyik Arkham játékból van. Ahol visszaemlékszik, hogy megölik a szüleit, és a poénból összerakták fotósat. Ja, értem. Aha. Na, mert... ja igen, mert gameplayt még nem láttunk egyáltalán ebből. Tippelnék, hogy megint szeresedér grafika lesz. Ha szerencsénk vannak valami sötét tónusú, mert a Batman általában eléggé sötét tónusú képviselő rendelkezik. És egy valamiben nagyon egyetértek Rollival, írt a közös csetre, hogy ő azt szeretné, hogyha a mellékszereplők nagyobb hangsúlyt kapnának, és ezzel kurvára egyetértek. Mert főleg, úgy lehetne. DC univerzum rohadt nagy, én előre mondjuk egy Justice League játékot csinálnék, és nem Batman, tehát Batman már teli van a fülem kb. Igen. De hogy csak Batman folyik a csomba. Igen. És az tényleg nagyon feldobná, hogyha különféle szövevényes szálakat lehetne ezáltal így kihozni a játékból, az tényleg nagyon jót tenne. Én Wonder Woman-en akarok plázázni menni. Minél jobb ostort venni neki, meg ilyenek. Én meg Batman-nel lefenyíteni mindenkit, picsába. Igen. Mindenkit becsicskítanék, azt tudom. Superman, remember it. Igen.
Na jó, nem, de hát nem tudom, most egyelőre még nem tudunk semmit az új Batman játékról, amit a Telltale csinál, de pff, hát meg én nem is én szkeptikus értem, vagyok. Hogy minek, tehát a Wolf Among Us után miért nem csinálnak bármilyen más DC-st? Miért Batman? Könyörgöm, tehát lehetne Flash-től kezdve Konstantinig. Hát de azok miért lennének jobbak? Sandman-t csinálni. De a Batman-t mindenki ismeri a világon, most egy Flash-t ki nem szar le. Tehát én ezzel vitatkoznék. Én, engem például nem érdekelne a Flash, az biztos, de a Batman egyből odafigyelek. Watchmen, tessék, ugyanúgy, ugyanaz a világ. Vagy Sandman, ami kurva jó, vagy Konstantin, ami kurva jó, szerintem. A Sandman az a Neil írta, Gaiman. Igen, Neil Gaiman írta. Az például teljesen különleges, tehát abban semmi szuperhősös nincs, az egy elmebeteg Neil Gaiman-es képregény, nagyon zseniális. Uh-huh. Ezt érdemes elolvasni is. Hát, meglátjuk. Mi lesz ebből, még egyelőre nagy következtetéséket nem tudunk levonni, majd megvárjuk az első képeket, meg jeleneteket róla. Meg fogjuk egyezni, milyen lesz. Igen, biztos vagyok benne. Igen, ez a spin-offos kiadás volt. Hát írjátok le a véleményetekre, mindenképp kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok ezekről a játékokról, mert szerintem van bőven mikről beszélni. Ugye a régiek felhúzása a mai szintre. Az agyunkat is felhúzna. Igen, ki mit gondol róla, titeket is felhúzzál, vagy ti befogadóbbak vagytok azért, illetve hogy hát a Psyonauts 2. És hogyha ez a videó még a felvétel napján kimegy, akkor játszatok már a nyereményjátékunkon, meg imagom, hogy kisorsolom a Szibériát. így van, azt is megtoljuk majd egy kicsit. Egyetek rosszat. Jó, legyetek jók, találkozunk a következő alkalommal, sziasztok! Egyetek csokit, sziasztok!